Frigyesi András a Budapesti Dolces Teáter vezetője, Kuna Károly színművész, Quintus Konrád színművész a Vörös Marti Színház igazgató helyettese, továbbá Surányi András író, rendező és Szűcs Gábor színművész a Vörös Marti Színház korábbi művészeti igazgatója. Ők öten pályázták meg a Vörös Marti Színház igazgatói posztját. Meghallgatásuk után a szakmai bizottság szinte egyhangúan Quintus Konrádot javasolja az intézmény élére. Csizmadia Tibor a bizottság tagja úgy véli, a színház jövőjére nézve igazán tanulságos volt ez a nap. Mind a négy meghallgatott pályázó munkájában volt érdekesség, volt különlegesség, voltak olyan gondolatok, amik mindenképpen a Fehérvári Színház további működésében fontosak lehetnek. Ilyenkor egy ilyen meghallgatás arra is jó, hogy pontosítsuk azokat a benyomásokat, amik bennünket érnek a dolgozat elolvasása után, és azt egybevetve tulajdonképpen a bizottságnak ez volt a véleménye. A város alpolgármestere üdvözli, hogy a személyi kérdést illetően egy véleményen volt a bizottság. Breyer Éva bízik abban, hogy a megfelelő emberre esett a választás, akinek segítségével ismét vissza tudják hódítani a közönséget. A vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy jó személyi döntéseket hozzon, alkalmasnak kell lennie arra, hogy jól csapatot tudjon kialakítani maga körül, sok egyéb más képesség mellett, mégiscsak 850 millió forintos intézmény, amiről beszélünk. Tehát ez egy érdekessége volt, a másik pedig, hogy azt gondolom, hogy a jelölt, aki a teljes támogatást megkapta, a legjózanabb, talán a legkockázatmentesebb is ebben a helyzetben. A szakmai bizottság tehát Quintus Konrádot javasolja az igazgatói posztra. A döntésről a társulat véleményét is meghallgatják. A személyi kérdést illetően azonban a végső döntést Székesfehérvár közgyűlése hozza meg.